Köszönjük a Sportklub Facebookjának nézőit, hát Pólászanás kollégám nagyon megbetegedett ennek az adásnak a végére, így most picit beugrok a helyére, aminél sokkal fontosabb, hogy itt van Bakó Boton. Ez a találkozó, ez azt kell, hogy mondjuk a vártnál sokkal simább volt, és az ellenfélnek a tatabányának. Mi volt ennek az oka, hogy látod? Igen, hát azt hiszem, hogy egy olyan dolog történt, amit legutolsó álmunkban sem gondoltunk volna. Gyakorlatilag amennyi hibát és amilyen hibákat el lehetett követni, azt mind elkövettük a mérkőzésen. Valamit elrontottunk nagyon, azt hiszem a mai mérkőzésen, illetve a mérkőzésre való felkészülésnél. Úgy a védelem, mint a kapus teljesítmény és a támadójátékunk is teljes csődöt mondott. Lehetséges, hogy a hétfői meccs annyit kivette a csapatból, hogy mára már nem maradt úgymond olyan sok ereje? Vagy ez csak egy félremagyarázása lenne a találkozónak? Nem, ezt semmiféleképpen nem gondolom. Azt hiszem, hogy volt időnk arra, hogy ki is pihenjük a hétfői találkozót, és arra is, hogy felkészüljünk erre a mérkőzésre. Én egyáltalán nem ezt mondanám. Nehéz most bármit is mondani. Azt hiszem, ez egy ilyen mérkőzés után Tatabánya jobb volt a játék minden elemében, és el kell gondolkodnunk, hogy mit rontottunk el. A második félidő egyes részein is már kiült a tanástalanság, legalábbis rajtad is látszott. Ezzel így voltak mondjuk azok a húzó emberek is, akiktől elvárhatta volna az ember, hogy Szeged ellen villogtatok, és esetleg ma is jól játszanak? Hát nyilván azt gondoltuk, hogy ennél új csapatként, mint egyénileg is jobb teljesítményeket fogunk nyújtani. Volt már egy olyan időszak, amikor tanástalanok voltunk, mert bármit léptünk meg, emberfogást, eltolt védekezés, 6-0-át gyakorlatilag nem működött. A 6-0-ában az átlövők 9-10 méterről gólokat lőttek, a nyitott ellen elszámoltuk, végighúzták. Az emberhátrányos védekezésünk katasztrofális volt, úgyhogy gyakorlatilag nem tudok sajnos olyan dolgot mondani, ami jó lett volna. Még egy valamit meg kell kérdezni, a 4 bejutás ezek után meg lehet-e? Nekünk hoznunk kell minden mérkőzésünket. Amennyiben ez megvan, így még lehetséges. Azt hiszem, hogy a Szeged-Tatabánya mérkőzés lesz a kulcsa ennek a párhasznak, illetve az, hogy mi hozni tudjuk a hátralévő meccseinket. Köszönöm szépen Makó Botonnak, és akkor Debre Viktort várjuk ide. Sok szeretettel, vagyis a győztes csapat edzőjét. A két edző között még egy búcsú kézfogás. Hát gratulálok mindenek előtt, azt hiszem, hogy a vártnál sokkal simábban nyertetek. Hát igen, a végül is úgy alakult a mérkőzés, tehát az első fél időben nagyon magabiztosan jó kézzel labdáztunk, a védekezésünk szerintem fantasztikus volt, mögött a kapus azt nyújtott, amit vártam, úgyhogy támadásban pedig nagyon összeszedettek voltunk, és jó használtuk ki a csurga megingásait. Egy győztes edzőnek sokkal könnyebb nyilván magyarázatot adni arra, hogy az ő csapata miért játszott annyira jól, de gondolom téged is meglepett, hogy azok, akik mondjuk hétfőn a csurgóba villogtak, azok ma nem találták a helyüket. Engem mindig meglep az én csapatom, vagy negatív, vagy pozitív irányba. Hát ma pozitív oldala jött, úgyhogy ennek nagyon örülök. Szóltuk, hogy egy nagyon fontos mérkőzés volt, így gondolom, hogy mindenki átérezte az egész csapat, úgyhogy úgy jöttünk ide, hogy nyerni szeretnénk. Mondjuk ez nem volt benne, hogy ennyi góllal, de végül is azért örülünk neki, hogy végül is így sikerült. Mikor érezted, hogy ez a mérkőzés meg lehet? Ugye 13 perc alatt mindössze 2 gólt kaptatok az első fél időben, ez azért sokat mondó volt. Az első fél időben azért vedettünk 8 gól, és az már nagyon sok. Én azt gondoltam, hogy a csurga mindent el fog követni, hogy közelebb zárkozzon hozzánk, de abban azért biztos voltam, hogy 8 gólra nem fogunk veszíteni. Tehát óriási erőket kellett nekik mozgosítani ahhoz, hogy közelebb kerüljenek. Ez abszolút nem sikerült, úgyhogy nyugodt voltam bizonyos szinten, mert mindig megmaradt az előny, ami azért megnyugtató volt. És a végén talán egyszer voltak túl közel hozzá, nekem az a 7 gól volt, vagy 6 gól, nem is emlékszem már, de azt hiszem 7 volt. Úgyhogy akkor úgy gondolkodtam, hogy lehet, hogy most befáradtunk, de aztán végén találtunk 2 gólt. Ilyenkor, tudod, ilyenkor a jók mellé áll még a szerencse is, ma ez történt, úgyhogy végül 9 lett, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény, így csurgom. No hát akkor most számolgassunk a játékosokból, és belőled is előtört valami a végén, ami már-már majdnem annak szól, hogy ebből akár meg lehet a 4 bejutás is. Holott azért itt még nagyon kemény meccsek lesznek, mentek például Szegedre. Így van, azért megint egy más mérkőzés lesz. Megmondom őszintén, hogy én nem számolgatok, itt mindenki álmodik, nem álmodozni kell kézilabdázni. Tehát az az elsődleges dolgunk, hogy megnyerjük a hátlövő mérkőzésünket, aztán majd meglátjuk. Én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon jó utat jártunk ki magunknak, hogy a 4-be kerüljünk, úgyhogy hát majd meglátjuk. Nagyon hosszú ez a bajnokság még, talán azt hiszem 4 forduló van, tehát 4 meccs van hátra. Mindent meg fogunk tenni, hogy 4 közé kerüljünk, ha nem, akkor pedig így jártunk.
Debre Viktornak köszönöm, a Tatabányának gratulálunk, simán nyertek Csurgon, önök pedig természetesen maradjanak velünk, és nézzék továbbra is a sportklubot, akár a televízióban, akár az interneten.